ez egy közösségi közlekedési eszköz, nem egy sima kerékpár kölcsönző. Nem besétálok, rakom a kauciót, megbeszélem, hogy melyik biciklit akarom, elviszem, visszahozom egy nap múlva, egy hét múlva. Ez egy teljesen más típusú rendszer. Ennek a célja az, hogy közlekedjünk vele, tehát A pontból elmenjünk B pontba, B pontba lerakjuk, elintézzük a minkan, és B-ből elmenjünk C-be, és így tovább. Ezért is van ilyen számos állomás, 23 állomás ugyebár a városban. És ahhoz, hogy ez a rendszer működik tudjon, természetesen egy nagyfokú automatizáltság szükséges. Az azt jelenti, hogy az ember regisztrált vagy lekötötte a szerződés, utána nem kell többet lefáradnia, nem kell személyesen, sőt még akár interneten sem tennie semmit, vagy egy kártyával, vagy egy finkód segítségével tud biciklit kölcsönözni. Ezt hozzá kell, hogy nem mi találtuk ki, ez általában a világon mindenhol így van, a rendszerek automatizáltak, nagyon egyszerűvé teszik a közlekedést, bárki, aki jogosult használni, bármelyik pillanatban ezt időtött, hogy tekerjen egyet, vagy közlekedjen vele és elintézze, amit el kell intézzen. Ennek megfelelően, és most már az itteni rendszerről beszélve, kétfajta felhasználót különböztetünk meg, az egyik az alkalmi, másik az állandó. Úgy István is mondta, az alapvetően a győri lakosokra, illetve diákokra optimalizáltuk ezt a rendszert. Itt nyilván ők az állandó felhasználók közé tartoznak, ők egy szerződés kötés után egy okoskártyát kapnak, egy Győrbike kártya. Így fog kinézni, illetve így néz ki, más részek is vannak, és ebből a kártyával egyszerűen csak a dokkolóhoz oda kell menni, oda kell érinteni a dokkolóhoz, ahhoz a biciklihez, amit ki akarunk venni, és vihetjük a biciklit, tehát ennyi az egész, a végén meg vissza kell tolni. Tehát nagyon egyszerű a használata, semmiféle technikai tudást nem igényel. Az alkalmi felhasználóknak egy online regisztrációt biztosítunk, és utána egy PIN-kód segítségével tudnak kölcsönözni. Mindezt meg tudják tenni két darab oszlopunknál is, a 23-ból, ahol touchscreen-es okos megoldást alkalmaztunk, tehát a turista akár meg tudja azt tenni, hogy semmiféle előkészületet nem tett előtte otthon, hanem eszébe jut és helyben regisztrál bankkártyával kifizeti a szolgáltatást.